Na jó napot, sziasztok! Hát itt vagyok. Jöttem Farming Simulator 25-öt fikázni. Készüljetek! Jó, nem biztos, hogy fikázni fogom, de egyébként ez tradíció nálam, hogy az összes Farming Simulator részt, amikor megjelent róla az első trailer, meg screenshotok, akkor így a sárga földig elhordtam, és bocsánat érte, már nem kérek bocsánatot, gyerekek, hát figyeljetek, én nem fogok megalkudni egy játéknak se. 3 évük volt, megint, 3 évük volt, hogy kihozzanak valamit, egy olyan dolgot, amivel azt mondom, hogy igen, én meg akarom venni ezt a Farming Simulatort. Egyébként biztos meg fogom venni a Farming Simulatort, de nem, egyébként a 22-t is tök későn vettem meg, és emlékszem a 19-et is tök későn vettem meg, mert egy ilyen strike-ba kezdtem, ilyen egyszemélyes strike-ba, hogy igazából ez nem vagyok megelégedve teljesen. Nem vagyok azzal megelégedve, hogy gyakorlatilag egy rókabőrt húznak le mindig erről a játékról, és gyakorlatilag egy ilyen minimális grafikával tudják feljavítani az élményt, ami nekem elfogadhatatlan, srácok, úgyhogy rohadtul kritikusan fogok hozzáállni megint a Farming Simulator 25-höz, ami november 12-én jelenik meg, info. Igen, van nekünk egy cinematic trailerünk, amiben igazából valószínűleg azt fogják prezentálni felénk, hogy mi az, amiért nekünk meg kell venni a Farming Simulator 25-öt. Ugye ez nem in-game trailer, hanem cinematic, szóval... Hát a grafikához valami kevés köze lesz, de elvileg vannak in-game screenshotjaink, amiből le fogjuk szűrni, hogy mennyire lett jobb a grafika. Egyébként nem is a grafikával van teljesen problémám, nekem így a Farming Simulatorban, hanem inkább a fizikával, mert főleg akkor, amikor ilyen játékokkal játszik az ember, mint a SnowRunner, ahol már azért olyan szinten deformálódik a talaj. Gyerekek, mezőgazdaság, itt nagyon-nagyon fontos, hogy hogy lép kapcsolatba a kerék és a talaj. Szóval nézzük meg először, oké, nézzük meg ezt a cinematic trailert, aztán így elemezzük, hogy igazából mit fogunk kapni. Biztos ütős lesz a trailer, nem tudom, hogy miről fog szólni. Veletek fogom megnézni először. Rated E for everyone. The world. Farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. A man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. The art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? You're too cute, maybe some... Na jó van, gyerekek, ezzel megvettek engem. Megmondom őszintén, rohadt jó trailert tudnak csinálni, az biztos. Eszméletlen jók az animációk, tök jó volt az egész, jó volt a hangulata. Ez így 10/10 szerintem
eszméletlen jó. Meg a végén volt a poén, a csirkés poén, ugye, hogy hiányzik valami a rizshez. Tök jó. És én nem néztem előtte erről semmilyen információt. Nem is tudom, hogy ez public volt-e, hogy gyakorlatilag így a ázsiai hadszíntérre fogunk ellátogatni, és rizst fogunk termeszteni, de ez így meglepett. Maga ez a mezőgazdaság, ugye ez egy elég exakt dolog. Konkrétan ebből játékot csinálni, ezt úgy tudsz, hogy azokat a dolgokat implementálod a játékodba, amik a valóságban vannak. Szóval itt nincsenek olyan nagy megfejtések, nem tudsz olyan hatalmas dolgokat most már kitalálni, igazán benne van minden a Farming Simulatorban, és tök jó, hogy azért így próbáltak mégis egy újdonságot, és sikerült is nekik szerintem így belerakni a játékba. Viszont ezzel kapcsolatban nekem van egy kétes érzésem, és így ki szeretnék erre térni. Remélem nem lesz unalmas számotokra, viszont nem is akarom nagyon hosszan ecsetelni. Én ezt észrevettem ezt a tendenciát, meg igazából nem, hogy én vettem észre ezt a tendenciát, hanem ez így valós dolog, hogy konkrétan nagyon sok ágazatban, főleg a szórakoztatóipar próbál nemhogy nyitni Ázsia fele, hanem lassan már ott tartunk, hogy Hollywood úgy építi fel a filmjeit, úgy keresi a célközönséget, hogy tudja, például vannak olyan filmek, mondok egy példát, nem egy példát, hanem mondok róla így példát, nem sikerült ezt összehoznom, mivel nem tudok konkrét példát, konkrét filmet ezzel felhozni, viszont ugye nagyon sokszor van az, hogy bukik egy film a jegypénztároknál ugye Európába, Amerikába, de akkor is ugye megéri a Hollywoodnak, a stúdióknak ugye elkészíteni, mert tudják jó, hogy Kína venni fogja mind a cukrot, és Kína generál akkora bevételt, hogy leszarják, hogy Amerika vagy pedig Európába nem lesz sikeres. És gyakorlatilag céloznak is filmeket Ázsiára. És ez fellelhető, ez a tendencia ugye például az autóiparba is, nagy prémium német gyártók gyakorlatilag úgy csinálják most már a dizájnt, hogy tudják jól, hogy Ázsiába, például Kínába, leginkább Kínába, milyen tendenciák mennek, mikkel lehet eladni például nagy SUV-kat, ugye a gicses, nagy kirívó, hatalmas hűtőrácsok, sok króm, pontosan tudják ugye, hogy mivel tudják megfogni ugye a kínai közönséget, és erre építenek. Gyakorlatilag, ha utána néztek, a BMW több SUV-t ad el Kínába, mint összesen Európába. Szóval ez egy hatalmas piac. És ebbe egy picit talán belelátom azt, hogy ez a Giant Software is próbál nyitni Ázsia és Kína fele, mert ott egy annyikora embertömeg van, és akkora a vásárló réteg, hogyha az ottani játékosok ugye kicsit így maguknak érzik, és egy kicsit közelebb érzik magukhoz ezt a játékot, akkor venni fogják, mint a cukrot. De maga a koncepció viszont tetszik, szóval én meg vagyok véve, nekem tök ki akarom próbálni ezt, nem mondom azt, hogy le fogom cserélni ezt kontinentális mezőgazdaságot a Farming Simulator 25-be teljes mértékben ugye az ázsiaira, de mindenképpen szeretném kipróbálni, mert ez egy érdekes dolog. És ahogy mondtam, nem sok mindent lehet belerakni most már sajnos. Hát nem sajnos, ez van gyerekek. Mezőgazdaságot, mezőgazdasági szimulátort úgy tudsz készíteni és eladni, és úgy tudsz bele contentet préselni, hogy azokat a dolgokat rakod bele, amik gyakorlatilag a valóságban vannak. Szóval nem lehet itt már olyan tényleg nagy megfejtéseket kihozni ebből. Szóval maga a koncepció tetszik, a trailer az 10/10-es, eszméletlen jó, nagyon jó a zene, rohadt jó az egész, az animációk csodálatosak, minden. Meg vagyok véve. Úgyhogy nincs fika, még nincs fika, gyerekek. Egy kicsit fura szájízzel vagyok ez iránt, hogy nem-e leginkább ez a tendencia azért van, hogy megfogják ugye az, nem tudom, az ázsiai piacot is egy kicsit, főleg a kínait. Mivel tényleg nagyon sok ágazat arra orientálódik, mert ott rettenetesen sok ember van, és nagyon nagy felvevő piac. Collector's Editionünk is lesz, ugye, itt arról van szó. Ami érdekesnek tartok, az egy az, hogy van egy ilyen USB-s,
gyújtás kapcsolónk, amivel le is van ide írva pici betűvel, hogy az in-game járműveket ugye tudod működtetni. Hát ez, ja, mondjuk amikor ilyen nagyon szimulátorozni akarsz, és így felrakod a kormányt, meg a joyt, meg mindent, akkor az biztos érdekes lehet, viszont szerintem egy ilyen pár hét játék után azért eléggé kellemetlen lenne, hogyha mindig azzal akarnál indítani minden járművet, amikor főleg így nagyon benne vagy a játékban, és így ugrálsz köztük, meg minden, tudod azért. Ja, hogyha így nagyon beleélve, ilyen nagyon realisztikusan akarsz játszani, akkor tök jó lehet. Nem rossz, nem rossz egyébként. Mindig bírom, amikor egy ilyen real dolgot így bele impregnálnak ebbe az egészbe. Igen, Farming Simulát ugye a játékot megkapod, meg valami McDonald pakot, azt gondolom valami, rajta is van a dobozom, valami DLC-szerű, gondolom valami járművek, az ugye szokott lenni. Van egy 16 bit Retro Edition, és soundtrack. Az biztos ilyen izé zené, soundtrack-e az ilyen izé lesz, tudjátok, az a prittyegő. Egyébként, ja, úgy néz ki, mint egy ilyen doszos játék, nagyon érdekes, kicsit ilyen, nekem egy Jagged Alliance-re haj az a grafika, itt ennyi képet látunk belőle, ebből szerintem nincs is még screenshot. Egyébként azt tudjátok-e, egy kis infomorzs, egy kis fun fact, hogy meg lehet venni a Farming Simulatort Commodore 64-re, a Giant Software-től, és az az érdekessége ebben még ilyen plusz, hogy ezt magyarok fejlesztették, tök durva, ugye? Hát nem csak Commodore 64-en tudod játszani, hanem Commodore 64-es emulátorral is egyébként, de rendesen működőképes Farming Simulator Commodore 64-re, és egy magyar team fejlesztette. Nem tudom egyébként ezt magyarok fejlesztették-e, de lehet, hogy ugyanazon a vonalon így mozogtak, és egy ilyen korai doszos verziót is csináltak, nagyon tetszik, nagyon vicces egyébként, ez jó. Van egy modding tutoriál, ez is értékelendő, egyébként ez nagyon-nagyon értékelendő, és ez az egyik nagy sikere a Farming Simulatornak, és ezért nem fogja egy büdös játék se Farming Simulatoros, mármint mezőgazdasággal foglalkozó szimulátor játék utolérni a sikerét, mivel támogatja a modolást. Nemhogy engedi, hanem támogatja a modolást, és a modoknak köszönhetően nem, hiába jönne egy új cím, nem lesz létjogosultsága. Próbálkoztak ugye az elmúlt években néhány Farming Simulatoros játék. Farming Simulator, a Giant Software-es Farming Simulatort nem fogja tudni lenyomni a modok miatt egy darab gyártó se, mármint egy darab fejlesztő cég se. Kapunk 32 darab matricát, kapunk egy New Holland CR11 Gold Edition. Ja, hát ezt gondolom csak annyi, hogy ez a CR11-esből lesz egy külön festés, talán én arra tudok gondolni. 3 darab A2-es posztert, amelyik jó nagy, ugye az az A4-esnek azt hiszem a 4-szeresen, ha jól sejtem. Amint látom, ilyen betakarítási és vetési grafikon, az tök jó, mert így kirakod magad mellé, akkor nem kell mindig megnyitni a menüt. Egy kulcstartót kapsz, és akkor igazából ennyit. Ez tök jó, ez nekem tetszik, szuper. Jó. Ez bejön. Na, ugye Farm Ázsiába. Ez ugye nem egy in-game kép, ide is van írva, hanem ez egy trailerből való, ezt már végignéztük, tök jó. Hangulatos, rohadt jó, csak az a baj, hogy ez nem in-game kép. Úgyhogy ebből sajnos nem sok mindent tudunk meg. Viszont ugye írja, hogy igen, rizst termeszthetsz. Igen, a buffalo fog csatlakozni az állatokhoz. Ugye buffalo az a, bivaj? Bivaj, ugye? Bivaj, tök jó. Mint haszonállat is gondolom, bár igazából most nem tudom, hogy mennyire fog az ellátása különbözni például szarvasmarhától, vagy pedig gyakorlatilag egy reszkinelt szarvasmarhát fogunk kapni bivaj képében, nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Érdekes minden esetre, meg gondolom autentikus ugye az ázsiai mapon, az azért a jó dolog. Ja, a trailerben egyébként láttunk ugye motort, de ez is valószínűleg akkor be fog kerülni, meg láttuk ugye a márkáját, azt hiszem egy Aprilia volt. Gondolom azt is, azzal is ugye, vagy azt is licenszelték, azt a márkát is. Az jó. Na. És megérkeztünk akkor az in-game képhez. Ez csodálatos. Hát,
Na jó, kezdődjön a fika. Kezdődjön a fika a gyerekek. De nem, egyébként annyira nem. Megmondom őszintén, így most már megezződtem így az évek során, meg így a részek során, hogy gyakorlatilag 3 évük volt arra, hogy kiadjanak valami csoda dolgot. 3 évük gyerekek a fejlesztésre. 3 évük. Ami azt jelenti, hogy konkrétan ugyanazt az engine-t használják még mindig. Gondolom fejlesztett verziót, ugye nyilván mindig egy fejlesztett verziót. Szóval olyan túl sok munkájuk nem volt, de én itt nem látom a csodát. Megint nem látom a csodát. 3 évük volt. 3 év alatt komplett játékot lefejlesztenek. Oké, AAA címeket tovább tart, 3 év alatt játékot fejlesztenek. Ekkora tímek, ekkora csapatok, ekkora fejlesztő csapatok. De én ebből a képből annyit látok, mint hogyha egy farming szimulátor 22-es képet látok, gyerekek. Egyébként még hozzáteszem, hogy amikor nézed a legelső screenshotokat egy játékból, amiket így publikálnak, akkor azt mindig gondolt hozzá, hogy ezek azok a screenshotok, amiket legjobbnak tartottak, amit lőttek a Giant Software-nél, lőttek belőle 10 000 darabot, és akkor amiket kiválogattak, azok a legjobbak, a legszebbek. Szóval ezek a legjobbak, ezek a legjobb pillanatok, ezek a legszebb screenshotok, amiket ki tudtak hozni az engine-ből. Érted? Na, viszont, mi az, amit látunk? A gépmodell, lehetne azt mondani, hogy már hova lehetne fejleszteni tovább, mivel még több poligomból állna, meg igazából akkor ugye már nem lehetne szinte részletesebb, ez igaz is. Viszont mégsem érzem magán a gépen azt, hogy realisztikus. Kicsit mindig úgy érzem ezekkel a gépekkel kapcsolatban, hogy ilyen műanyag játékok. Nem érzem azt a... Valahogy nem érzem reálisnak, és most se kap rá engem az a feeling, hanem olyan, mint hogy ennyi műanyag járművet ide tettek volna, vagy pedig egy ilyen 3D, egy steril 3D modellt. Nem tudom, hogy mi az oka, de soha nem érzem ebbe azt, hogy ez olyan drasztikusan változna. Nem tudom, hogy nem vagyok játékfejlesztő, nem tudom, hogy mi okozza azt, amikor egy játékban tényleg érzed, hogy az élő, annak súlya van, az nehéznek érzed, azt én reálisnak érzed. Mint egy Red Dead Redemption-be például egy lovaskocsit, érted? Az egész más, mint egy, na mindegy, jó. Nem akarok jobban belefolyni, meg nem is tudom elmagyarázni sajnos, nem tudom, hogy érzi, vagy tudjátok, mire gondolok. Fejtsétek ki nyugodtan, hogyha értit, vagy hogyha tudjátok, ki tudjátok fejteni azt, amire gondolok, vagy pedig ti el tudjátok magyarázni jobban, amire gondolok. Persze, hogyha egyáltalán valid az, amit én mit mondok. A táj az, szerintem itt, mintha a gabona kicsit jobb lenne, bár ilyen nagyon kicsit ilyen elmosottnak tűnik a különböző atmoszférikus és mindenféle effektek és mindenféle sadereknek köszönhetően. Itt a fű is egy picit jobban néz neki, mint hogy kicsit sűrűbb lenne, meg egy kicsit más lenne. És ami feltűnő az, hogy a köd elrendezése az nem csak ilyen van köd, meg nincs köd, hanem kicsit ilyen szofisztikáltabb, hogy mint hogyha például így megülne itt ezen ebbe az erdőszélbe, látjátok, mint amikor tudjátok, amikor mentek reggel a busszal a suliba, vagy nem tudom, és akkor olyan részen mentek, ahol van egy ilyen mező, és akkor a köd az így el van oszlava, kicsit olyan hatása van, úgyhogy az egész jól néz ki, az egész jól tetszik, ugye, hogy magasabban meg nincs oda köres rész. Na, menjünk tovább. Ó, Giant Engine 10. Nagyon csodálatos. Oppá, igen. Na, igen. Oppá, ráhibáztunk. Várjátok, olvassunk is egy kicsit. Több mint 400 autentikus jármű és item. Igen, ugye az hozzátartozik, a 400-ban benne van az összes, az utolsó darab ekéig minden. És még mi? 150 international, 150 darab nemzetközi top márka. Mint a Case, Glass, többi bla 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 bla. Jó. Oké, igen, Giant Engine 10. Igen, ja, a köd, amit így észreveszek. Egyébként egy ilyen screenshoton mindig a részleteket érdemes megnézni. Én azt már itt tök így kukacoskodok. De ugye ennek tök jól áll a távolság, látszik ennek a játéknak.
rohadt jól néz ki a köd, meg igazából egy köd, ha jól néz ki, akkor jó, mert ápol és eltakar, de viszont jól néz ki, jó az elterülése. Látszik, hogy itt a víznél így ilyen sűrűbb, meg ugye nincsen felszállva, nem az van, hogy bekapcsolnak egy köreffektet, és akkor az mindenre rákerül, hanem tényleg úgy néz ki, mintha a valóságban hogy eloszlik. Ezt aláírom, tök jól néz ki. Viszont nézzük már meg ezt a föltextúrát, nézzük meg ezeket a bokrokat, ezek pontosan ugyanazok, mint a Farming Simulator 22-ben. Sőt, ez konkrétan Farming Simulator 22. Ez a Farming Simulator 22, az is. Az Farming Simulator 22. Itt a kövek, mintha egy kicsit jobban néznének ki, bár nagyon távol vannak, nem tudom. Maga egyébként így a vizuális stílus, az kicsit, mintha jobb lenne. Sokat dob rajta a fényárnyékkal, meg a ködeffektekkel, meg ezekkel nagyon sokat lehet hozni. Jó, nézzük, hogy mi van itt. Mit ajánl, mit adnak nekünk? Igen, itt emlegetik a ködöt, ugye a izéket, az árnyékokat, dinamikus időjárást. Álljunk meg egy szóra. Grand Deformation, a földnek a deformálása, a talajnak a deformációja. Na gyerekek, erről kell csinálni egy screenshotot, most ez halál komolyan, vagy ez basszus, mert ez holnap után már nem lesz benne ez a szöveg. Most ezt komolyan beajánlották, hogy fog deformálódni a talaj? Azt tudjátok, mit jelent az, hogy besüllyed a kerék alatt konkrétan? Egyébként, belegondolsz, akkor... Eléggé kelleni fog, mert ugye eddig... Basszus! Hoppa-hoppa! Hát ezt meg kellett, hogy lépjék valamilyen szinten, mivel ugye elárasztott rizsföldeken fogsz dolgozni és gépekkel járkálni, csak nem csinálhatják meg azt ott is, hogy ilyen betonkeményen... Mert ott muszáj, ott annyira ledobná az egész élményt az, hogyha abszolút nem deformálódna a talaj, vagy a sár, mert igazából eddig még nem voltál nagyon sárba a Farming Simulator 22-ben, ilyen kényesen mindig úgy volt minden megoldva, mármint hogyha nem nincs modolva természetesen, ugye a vaniláról beszélek, hogy gyakorlatilag soha nem volt olyan terület, hogy sárba lett volna, meg olyan belegondolsz, alapmapokról beszélünk. Nem volt olyan. Nem kellett sárba menned. Viszont most kelleni fog. Érted? Ahhoz, hogy a rizssel foglalkozom, az bele kell menned a daganyába. És hogyha ott nincsen Grand Deformation, akkor az nagyon ledobja az egész élményt. Na gyerekek, hogyha ezt behozzák, hogy lesz, akkor onnantól az így benn van a játékba. Benn van egy olyan feature, amit bárhol lehet használni, egy játék mechanikai dolog. Tehát akkor azt a modellek be fogják tudni addolni, akár földekre, meg bárhova. Erre rohadt kíváncsi vagyok, gyerekek. Basszus. És összefügg a rizstermesztés, Grand Deformation, összefügg, és ha belegondolsz, tényleg eddig nem volt olyan terület, nem, te nem mentél sárba ebbe a játékba, nem kellett. Pedig mennyire összefügg a mezőgazdasággal ez, ugye? Nagyon jó, és egy romantikus, virtuális farmingot, úristen. Impresszív és atmoszférikus, új, de jó atmoszféra. Nagyon jó, oké. Viszont a screenshotokat várjál már? Ja, eddig csak ez az egy volt. Hát itt ugye Grand Deformation-t az felejtsd, nem látjuk. Itt is látunk semmi olyat. Nagyon érdekes lesz az, arra kíváncsi leszek, hogy ez tényleg lenni fog? Mit csináltál? Hát itt se látunk belőle semmit, itt megint köd, meg bejön a napfény. Ja, ezzel egyébként ez egy tipikus parasztvakítás, ezzel egy engine-t azért elég könnyen fel lehet upgrade-elni. Viszont még mindig a járműnél én mindig azt érzem, hogy ilyen műanyag jármű ide van dobva, sajnos. Nézzük itt. Itt sincs full deformation, mert száraz, mint a pejva. Hát ezek meg itt a Farming Simulator 22-es fák, meg minden. Egy kicsit bánom, hogy így a... Tudom, hogy ha az engine-hoz hozzányúlnának, vagy esetleg cserélnének, akkor ugrik az összes mód, teljesen máshogy lehet
Igazából az a baj, hogy ez a saját, ami az előnye lett a Farming Simulatornak, az a saját kelepcéje és kerékkötője is egybe, mivel hogy ezeket a modokat ilyen könnyen tudják a moderek használni, és módosítani, és elkészíteni, emiatt ugye ezt kell használni, ezt a Giants Engine-t, nem tudják lecserélni, mert hogyha akármilyen mod engine-re, vagy pedig egy saját fejlesztésére is cserélnék, akkor esélyes, hogy ez ugrik, ez a lehetőség, hogy ezeket a modokat ilyen könnyen tudják használni a moderek, meg lehet ez így működtetni ezt az egész rendszert. Úgyhogy ez érdekes, hogyha belegondolsz, mert szerintem ezen ők is elgondolkoznak, hogy talán lehet egy másik engine jobb lenne, talán akár még ha vennének is engine-t. Tudom, hogy ez nem egy AAA játék, de akkor is ez már nem egy underground játék, ez egy mainstream játék lett, gyerekek, a Farming Simulator. Iszonyatosan sokan játszák. És ennél szarabb játékokban vannak Unreal Engine-ek, ahogy akármilyenek, érted, amiket megvesznek, nem tudom. De saját maguk csapdájába is beleestek, ami az előnye ugye a Farming Simulatornak, a modok, az meg is köti őket, hogy ezt az engine-t kell, hogy tovább használják és fejleszék, amennyire tudják. És ennek az engine-nek szerintem vannak határai, és látjuk a határait, mert 2024-ben nem így néznek ki a játékok, gyerekek. Akármennyire is tudom, nem AAA, de tudom, mindig ezt írjátok, hogy nem AAA, azért nem így néz ki. Nem, gyerekek, indie játékok vannak, amik brutálisan jól néznek ki. Oké, nézzük, igen. Igen, ez a McDon, ez lesz akkor a Collectors-nak az ilyen plusz feature-e. Jó, gyerekek, egyébként, ja, ez egy Farming Simulator 22 egy ránézésre. Szerintem egy darab poligonnal nem áll több, vagy egy darab poligonnal nem többből áll a pálya vagy a gépek. Kapunk egy-két ilyen effektet, ilyen köreffektet, meg esetleg árnyékot, amik így vizuálisan szerintem így javítani fognak. Nem tudom, ti láttok ebben valami más változást? Én nem. És kihangsúlyozom, 3 évük volt rá, gyerekek. Annyit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy viszont, hogyha tényleg lesz Grand Deformation, föld deformálódás, akkor engem azzal már megvettek. Csak nehogy valami iszonyatszar gagyival szúrják ki a szemünket, gyerekek, hogy mit tudom én, 1 centire belapul a kerék a földbe, mert akkor nagyon-nagyon lesújtok minden haraggal, gyerekek, akkor nagyon fika videó lesz. Ja, na, srácok, ennyi lett volna ez az első látásra videó, az én szemszögemből, és remélem, hogy azért láttunk egy-két összefüggést, vagy így fel is derítettünk egy-két összefüggést. Ez a Grand Deformation eddig nem volt olyan map, ahol gyakorlatilag lett volna bármilyen szerepe, alapmapokról beszélek még mindig, és most mivel be kellett, hogy hozzák ezt, mert ugye tényleg a rizsföldeken ezt nem tudják megcsinálni, hogy beton kemény talajon közlekedünk, így be is kellett, hogy hozzák. Csak mennyire fogják ezt megvalósítani, jól az még a jövő zenéje. Kíváncsi vagyok a véleményekre, írjatok, ha valami hülyeséget mondtam, vagy nem jól értelmeztem, arra is bármit. Nyugodtan szálljatok szembe a véleményemmel. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá!